Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Mai műsorunkban előzetest hallhatnak a DVTK Cegléd bajnoki női kosárlabda mérkőzésről, amely párharc második meccse következik a pontvadászat 5. helyéért. Értékeljük a DVTK női röplabda csapatának idei szezonját, és ha belefér, akkor egy a miskolcvárosi jégcsarnok kisebb átépítésével kapcsolatos információkat is megosztunk önökkel. Ez a Csillagpont Rádió a 103 MHz-en, benne a DVTK magazinja csak a Diós György címmel, Martini Emillel. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Adásunk elején egy közleményről, melyet a DVTK a hétfői napon adott ki. Idézzük, szerződést bontotta a DVTK Bódog Tamás vezetőedzővel. A döntést a sikertelen szereplés miatt hozta meg a klubvezetés. A DVTK a tavaszi szezonban csak egyszer tudott nyerni, és kiesett a Magyar Kupából. A DVTK az OTP Bankliga 9. helyén áll, 2 pontra a kiesést jelentő 11. helytől. A DVTK játékos kerete jobb, mint amit a tabellán elért helyezése mutat. 6 fordulóval a bajnokság vége előtt azért szükséges a váltás, mert a jelenlegi felállásban nem látjuk biztosítottnak a csapat élvonalbeli tagságának megtartását. Köszönjük Bódog Tamás eddigi munkáját, szakmai karrierjéhez sok sikert kívánunk. Eddig a közlemény. A klub hivatalos oldalán megjelent egy beszélgetés Sánta Gergellyel, a DVTK ügyvezető igazgatójával, amelyben többek között elmondja a döntés okait, valamint arról is nyilatkozik, hogy, idézem, már tárgyalunk a lehetséges jelöltekkel, szeretnénk a DVTK élére egy olyan vezetőedzőt, aki a teljesen leeresztett csapatot biztosan felrázza a következő 6 mérkőzésre, és segít abban, hogy az élvonalban maradhassunk jövőre is. Szeretnék emlékeztetni, hogy a bennmaradás tavaly sem rajtunk múlt. Jó lenne az ilyen izgalmakat idén elkerülni. A teljes interjút a dvtk.eu oldalán olvashatják a szurkolók. Csak a Diós Győr! Adásunk közben pedig kaptuk az információt, hogy megvan a DVTK új vezetőedzője. A Real Madrid és a DVTK korábbi játékosa Fernando Miguel Fernández ül a DVTK kispadjára. Fernando egyébként majd kedden tartja meg az első edzését. Megszerettem Magyarországot, Miskolcot, és büszke vagyok rá, hogy ha csak egy rövid időre is, de részese lehettem a DVTK történelmének. Így búcsúzott a DVTK spanyol labdarúgója 6 évvel ezelőtt a miskolciaktól. Fernando Diós Győri pályafutása után elvégezte a ProLicenses edzőképzést, és a CDL Palo edzőjeként dolgozott. Az új szakmai stáb, melynek kialakítása folyamatban van, majd kedden fogja tehát tartani az első edzést a Diós Győri labdarúgóknak. További részletek későbbi híradásainkban. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Még egy fontos információ, ez már a stadion avatóval kapcsolatos. Május 5-én a Mezőkövesd Zsóri elleni bajnoki mérkőzésen kerül hivatalosan megnyitásra a Diósgyőri stadion. Az átadó ünnepség előtt még április 26-án, csütörtökön, 2 mérkőzésen lehetőség nyílik a létesítmény tesztelésére, amelyre szeretettel várják a szurkolókat a DVTK-nál. Egyúttal kérik az együttműködésüket, hogy nézzenek szét és írják meg észrevételeiket a szurkolókukac.dvtk.eu címre, hogy a nyitó meccsre lehetőség szerint minden tökéletes legyen. Egyébként a program 2 mérkőzést tartalmaz. Először a DVTK 2010-2011-es idényben MB2-es bajnoki címet nyerő csapata áll újra majd össze az akkori mezőkövesdi riválisa ellen. 230 perces lesz majd ez a meccs. A nap második találkozója pedig egy igazi tétmérkőzés lesz, ahol az U17 másodosztályának 2 éllovasa csap majd össze. Tesztmérkőzésekről lévén szó, csak a teljes befogadó képesség
sebesség 60%-áig tölthető föl szurkolókkal a stadion, azaz maximum mintegy 9000 néző lehet majd jelen az első nyilvános rendezvényen. Minden szektor nyitva lesz, de mindegyikbe csak a befogadó képesség 60%-áig lehet tehát belépőt váltani. A két tesztmérkőzés egy belépőjeggyel tekinthető meg 1500 forintos áron. A találkozóra egyébként személyesen a Színva Parkban található TVTK-shopban, meccsnapon pedig a Diósgyőri stadion jegypénztáraiban és az interneten lehet majd megvásárolni a belépőjegyeket. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a TVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Még pénteken egy nagyon kemény és a végletekig izgalmas találkozón hosszabbításban kapott ki az Aluinvent TVTK élvonalbeli női kosárlabda csapata a Ceglédtől. Mint ismert, már a pontvadászat rájátszásában tartunk, és a két nyert meccsig tartó párharc tétje, hogy a győztes az 5. helyen végez, és a következő szezonban kiléphet a nemzetközi porondra. Nos, ebben a párharcban tehát Miskolci győzelmével 1-0-ra vezet a Cegléd. Javításra azonban van esélye a DVTK-nak, és a párharc második meccse már is kedden lejátszásra kerül, igaz Cegléden, és lélektanilag most a vendéglátók vannak előnyben. A pénteki találkozóra pillantunk vissza Ambrus Erzsébet vezetőedzővel, és arról is beszélünk, hogy kedre miben is kell majd feljavulnia a TVTK játékosainak. Abszolút úgy gondolom, hogy egy nagyon jó meccset játszottunk, tehát hogyha most valaki semleges nézőnként nézte ezt a mérkőzést, akkor az jól szórakozott, én nem annyira, de tehát egy kiegyensúlyozott, amire számítottam. Sajnos ők jöttek ki a végén jobban, ez igaziból annyiból, hogy jobb százalékkal dobtak, mint mi. Tehát mind három pontos, mind mezőnyben jobb százalékkal dobtak. Hazai pályán ez úgy gondoltam, hogy nekünk a mi oldalunkra fog billenni, de végül is nincsenek szabályok, majd ott remélhetőleg mi fogunk jobban dobni. Tehát megvoltak a helyzeteink, sajnos azok nem mentek be, nekik meg bementek. Extra 1-2-3-as tudtak dobni, nekünk meg ugye nem ment be. Ennyin múlott. Tehát a lányok nagyon jól küzdöttek szerintem, tehát aki kilátogatott, az láthatta, tehát nem ismertek eladott labdát, vagy szabad labda, vagy tehát abszolút ilyen szempontból elégedett vagyok, és azt csinálták, amit megbeszéltünk. Van ilyen, hogy valaki jobb százalékkal dob, ezért kaptunk ki. Csak a Diósgyőr! Érthető módon Cicás László Cegléd szakvezetője és a játékosok is boldogabbak voltak pénteken Miskolcon, mint a diósgyűriek, miután hosszabbításban 83-77 arányban nyert a csapat. Most erre a találkozóra tekintünk vissza a vezetőedzővel, és már természetesen érintjük a keddi visszavágó esélyeit is. Egy ilyen atmoszférájú csarnokban, egy ilyen közönség előtt nyerni idegenben, azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog. Mind a két csapat nagyon-nagyon motivált volt. Úgy gondolom, hogy ahogy mi küzdöttünk, és még egyszer mondom, hogy ilyen hangulatban nyerni tudtunk idegenben, úgy gondolom, hogy ezért rászolgáltunk a győzelemre. Nagyon hullámzó volt a játékos, sikerült ellépnünk egy pár ponttal, hol visszajött az ellenfél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az lett volna az igazságos, ha mind a két csapat győztese adja el a partettát ma. Ez egyértelmű, hogy nem dőlt el a párharc. Pusztán annyi történt, hogy fél időben mi vezetünk, tehát ez a DVTK, ez fantasztikus játékosokból álló csapat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy eddig a DVTK volt az esélyesebb, de mondjuk ki, hogy most már mi vagyunk egy hajszállal, igaz, de talán esélyesebbek. Csak a Diósgyőr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a TVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Mint arról már a helyszínről, Izsákról is beszámoltunk, a DVTK női röplabda csapata újoncként egy évet töltött az NB2-es bajnokságban, ugyanis a pontvadászat 3-as döntőjében végül egy győzelemmel és egy vereséggel feljutott az NB1-be, tehát a következő idényt már egy osztállyal feljebb kezdi meg a Diósgyőr. Most egy hosszabb értékelés következik Toma Sándor vezetőedzővel, akivel először visszatekintünk a már említett 3-as döntőre, amelyet Izsákon rendeztek, a DVTK a Balatonfüred és a Kecskemét csapatai között, s itt ezen a mini tornán a tét pedig az volt, hogy a mindenki mindenkivel játék után melyik két csapat lesz az, amelyik kivívja a feljutást. Nos, először, tehát ennek a hétvégének az összefoglalója következik Toma Sándor tolmácsolásában.
Ez a hétvégén végül is úgy nézett ki, hogy pénteken indult a csapat. Annak nagyon örültünk, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy az első mérkőzést, ugye a Balatonfüred Kecskemét mérkőzést élőben megtekinthessük. Ezt azért tartottam fontos kérésnek így a szakvezetésünk felé, mert itt élőben láthatták a játékosok mind a két csapatot. Én voltam Budapesten, ugye a Kecskemét csapatát gondoltuk úgy, hogy őt talán könnyebben lehet verni, és emiatt felmentem Budapestre, én is megnéztem élőben, de a lányoknak ugye videóval rögzítettük, hogy őnekik is legyen képük arról, hogy na melyik csapat ellen fogunk játszani. Aztán itt, amikor megnéztük, akkor hát egy elég jó mérkőzés, nagyon színvonalas mérkőzést láthattunk a pénteki nap folyamán. Szerintem a Balatonfüred is meglepődött, hiszen 2-0-ra vezetett a Kecskemét, és onnan tudtak fordítani 3-2-re. Én úgy láttam a lányokon, hogy azért akkor mindenki elgondolkodott, mert hát tényleg jó meccset láttunk. Azt hozzá kell tennem, hogy azért nekünk sincsen rossz csapatunk, de az idejében azért ilyen kiélezett mérkőzéseket így, tehát előzetesben mondva, nem nagyon tudtunk játszani, és talán ebbe az is közrejátszott, hogy azért voltak olyan fiatal játékosok, akik bekerültek a csapatba, nem rendelkeztek olyan rutinnal, és hát ez azért az egész éves munkának a köszönhetően így a végére kidomborodott. A folytatásban ugye játszottunk a Balatonfüred ellen egy mérkőzést, sajnos ott kikaptunk 3-0-ra, nem kezdett rosszul a csapat, de volt egy-két olyan technikai elem, ami itt elsősorban a nyitásfogadás, amiben nagyon megnyitottak minket, ugye két hétig sikerült a arénába edzenünk, amit nagyon köszönünk, mert ez sokat számított. Nagyon el volt keseredve a csapat a mérkőzés után, ha lehet így mondani. Én is szomorú voltam abból kifolyólag, hogy többet vártam a Balatonfüred ellen, hiszen ellenük már az év folyamán játszottunk egy 3-1-es és egy 3-2-es idegenbeli mérkőzést. Akkor voltak még győzelmi esélyeink is, és hát ez a 3-0 én úgy gondolom nem tükrözte a csapatnak azt a tudását, ami benne van. Aztán következett a vasárnap, ahol egy nagyon szoros 28-26-os első szettet elbuktunk, pedig még ott 24-22-re vezettünk a Kecskemét ellen. Aztán jött még egy szett, ami elment, de én nagyon örülök annak, hogy a harmadik szett közepétől elkezdtek mosolyogni a lányok a pályán. Úgy gondolom, hogy átestünk a holdponton, meg ami fontos volt, hogy egész évben én, mint edző arra vártam, hogy mikor lépik át csapatszinten önmagukat a lányok, és ezen a mérkőzésen, pont az utolsó mérkőzésen így ez megtörtént. Egy nagyon színvonalas, én úgy gondolom nagyon jó mérkőzést, sok mezőnnyel, nagy mentésekkel, hosszú labdamenetekkel történő mérkőzés sikerült megnyerni, és hát az külön öröm volt, hogy 2-0-ról föl tudtunk állni, és önmagunkat még egyszer mondva legyőzve meg tudtuk verni a Kecskemétnek a csapatát. A többi már utána egy nagy öröm volt, mi először azt hittük, hogy még itt számolni kell, hogy pontokat néz majd a szövetség, úgyhogy mindenki egy kicsit össze volt roskadva a mérkőzés után, hogy annak örültünk, hogy nyertünk, de nem tudtuk, hogy tovább jutottunk-e. De aztán mondták, hogy itt nem a szettek számítottak meg a pontok, hanem az, hogy kinyeri a mérkőzést, és hát amikor mondtam a lányoknak, hogy tovább jutottunk, akkor nagy örömkönyv volt, és nagy örömünneplés, hogy sikerült ezt a, ha lehet így mondani, a pontra az így föltenni. Tehát azt a célt elérni, amit évelején úgy megfogalmaztunk, és hát külön öröm számomra, hogy megint végül is úgy sikerült ezt elérni, hogy szinte mindenki miskolci volt, vagy miskolci kötődésű a csapatba. A Magyar Röplabda Szövetség változásokat tervez a következő idénytől kezdődően a Nemzeti Pontvadászat terén, amelynek az NB1-ben már a DVTK is részese lesz. Hogy milyen lebonyolítási rend szerint fognak a csapatok a 2018-19-es szezontól játszani, most erről hallhatnak tájékoztatást Tomas Sándortól. 2018-2019-es szezonban a Röplabda Szövetség úgy döntött, hogy bevezeti újra a női szinten az Exaligát. Ez a 6 legerősebb csapatot jelenti majd az országba. Én úgy gondolom, hogy az idei évben egy nagyon komoly harc volt itt a NB1-es csapatok között, hogy ki tud bekerülni a legjobb 6 közé, és hát a jövő évet már úgy fogjuk kezdeni, hogy lesz egy kiemelt Extraliga, és lesz egy 8 csapatos NB1 mögötte, és hát itt ugye megint folyamatosan majd építkezni kell, és ha valaki föl akar kerülni az Extraligába, akkor majd komoly harcot kell ott megvívni. Az is hozzátartozik ehhez, hogy a szövetség részéről most már egyre komolyabb feltételeket kell, hogy megfeleljen minden csapat, sokkal komolyabb előírások lesznek a Extraligában, mint eddig voltak, tehát lehet, hogy a már régi tradicionális NB1-es csapatok, ha esetleg olyan teremmel, vagy nem rendelkeznek majd olyan megfelelő nézőszámú csarnokkal, akkor nem is felelnek meg majd a rendezési feltételeknek. Tehát itt mondjuk gondolok talán Gödöllő, vagy nem tudom, tehát magasságbeli dolgok is döntőek lesznek, és hát minden csapatnak, aki
kivívta ezt az első hat helyet, ott majd nagyon el kell gondolkozni, hogy mit vállalnak, hogy vállalnak, mert én úgy gondolom, hogy ha a röplabda szövetség hosszú távra tervez, akkor szeretne most már nem csak európai, hanem világszinten is fejlődni. Ezekhez a feltételeket biztosítani kell a játékosoknak, hogy válogatott szinten később azért ne lepje meg őket, hogy hát mekkora terem van, ahhoz különösebb alkalmazkodás nélkül bátran tudjanak játszani. Erre ugye mi is a válogatottan nagyon sok példát láttunk, Törökországban is 12 méternél alacsonyabb teremben NB1-ben nem lehet játszani, meg előírva van, hogy hány nézőszám kell, tehát hasonlóan, mint a labdarúgásban és a többiben, tehát most már igen komoly előírások vannak ezzel kapcsolatban, és most gondolom, hogy azáltal, hogy a TAU is belépett itt a röplabdába, mindenképpen ezeket a feltételeket próbálja előteremteni a szövetség is, és ezáltal majd remélem, hogy válogatott szinten is újra. Nem is az, hogy újra, mert én úgy gondolom, hogy ott női szinten megvannak most az eredmények, tehát egyre könnyebben tudnak majd alkalmazkodni a játékosaink. A jövő. Szép sikert ért el tehát a DVTK női röplabda csapata már megalakulásának első évében, de az öröm pillanataiban is már felmerült, hogy akkor hogyan tovább, milyen irányvonalat képvisel majd a Diósgyőri női röplabda, akár már a közeljövőben, de mint hallani fogják, nem csak erre vannak már tervek, álmok, hanem a távolabbi időszakra is tervez Tomas Sándor és csapata. Egyelőre én azt mondom, hogy itt a vezetéssel egyeztetve végül is a tavalyi évben is úgy terveztük, hogy szeretnénk folyamatosan a miskolci utánpótlásra és a miskolci játékosokra építeni. Aztán, hogyha kell majd esetleg erősíteni, akkor hozni újabb játékosokat. Az idei évben nagy öröm, hogy amit mondtam, hogy végül is ezt az alapcsapatból, a régi alapcsapatból sikerült felépíteni és létrehozni. Fontos dolog, hogy azért Miskolcnak van egy bázisa, ugye működik a miskolci sportiskola is, a DVTK is beindította most már a saját röplabda részét, ahol U13, U15-ös korosztály és minikorosztályban most már vannak gyerekeink és csapataink, akik részt vettek az idejében versenyeken. Biztos, hogy az NB1-ben azáltal, hogy kivívtuk az indulás jogát, hát sokkal több csapatot kell majd indítanunk. Ezekhez a feltételeket és a egyeztetéseket vezetői szinten ezt meg kell kezdeni, és mindenképpen az a cél, hogy a miskolci utánpótlás számára most már van egy olyan NB1-es csapat megint, ami biztosítja azt, hogy a legmagasabb szintre feljuthassanak ezek a gyerekek, és hát szeretnénk megkeresni azokat a játékosokat, akik korábban elmentek a városból, ugye más csapatokba, most is azért elég szép számmal vannak, folynak egyeztetések, és hát bízom abban, hogy ők is szívesen jönnek haza, szívesen játszanak itt a DVTK színeibe. Én úgy gondolom, hogy minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy az NB1-be színvonalas csapatot tudjunk létrehozni, és hát itt, amit mondtam folytatásban, itt 2-3 év alatt szeretnénk úgy akár utánpótlás, akár felnőtt szinten föltölteni a kereteket, hogy azzal versenyképesek legyünk akár az NB1 felsőházába, és onnan esetleg az extra ligába majd később tovább menni. Itt a helyosztók mennek már csak a felsőházba, tehát az NB1-be, az NB2-be befejeződtek a versenyek. Május közepére kialakul, hogy ki hol foglal majd helyet, sőt, talán már most is megvan, mert ugye most már első, második helyér, majd harmadik, negyedikért, ötödik, hatodikért már, ha jól tudom, le is mentek, mert a Vasas fog játszani a hatodik helyér, a jó az információm, ez is egy nagy meglepetés, de ezek május közepére realizálódnak, végleges lesz. Én annyit tudok, hogy szeptember közepén szeretné a szövetség a bajnokságot megint elindítani, ugye most sok mindentől függ, még lesz ilyen aranyliga a válogatottnak, meg egyéb dolgok, ha azok közbeszólnak, talán csúszhat, és hát addig kell ugye a szervezési dolgokat mindenképpen, de hát már azt nyára leszeretnénk zárni teljes egészében, és akkor úgy neki indulni megint egy új csapattal, hogy legalább egy-két hónapot tudjunk edzeni, hogy megint jó formába, egységes és jó ütőerőt képviselő gárdát ki lehessen alakítani. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diósgyőr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diósgyőri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diósgyőr! Csak a Diósgyőr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!